Friedrich Dávid, akinél a labda van, 8-as mezben, a Veszprémi játékos elmondta a találkozó előtt, hogy mint mindenki, ő is egykori csapata ellen szeretne bizonyítani. Más kérdés, hogy már közel sem azok a játékosok alkotják a Dunaujvárost. Tatai! Gyönyörű kijátszott formáció után. Tatai passzát követően Rutai fejezte be a Veszprémi akciót. Nem sokkal több, mint másfél perc kellett a Veszprémnek, hogy megszerezze a vezetést. Komáromi. Bencsik visszatette önzetlenül, és Tatai előtt ezzel óriási lehetőséget teremtett. A Veszprémi csapatkapitány pedig nem is hibázott. Ezzel a góllal tovább erősítette a góllövő lista vezető pozícióját. 23. találatánál jár. Nagy lehetőség Tatai előtt. A Veszprémi csapatkapitány pedig 3-0-ra módosítja a részeredményt. Danó a labda előtt. Danónak volt már egy jó próbálkozás az első játékrészből, szabadrugásból. És a második játékrész elején Danó már nem hibázik. 3-1-re módosítja az állást, szépít a Dunaujváros. Csányi! Csányi egy bőtületes bombát mér a Veszprémi kapura. A bal felsőbe, a kapufa segítségével. Kevesebb, mint két perc alatt. 3-0-ról 3-2 az állás. Komáromi passza Tatainak, jó. Már Bencsik Tatainak vissza. Gyönyörű formációt követően. Újabb Veszprémi gól. Újabb Tatai gól. 14 perccel a vége előtt. 4-2-re módosítja a részeredményt a Veszprém. Tatai. És Tatai labdája röviden cseres, és Alex feje mellett befér a kapuba. 5-2. Komáromi Friedrichnek. Friedrich Toninak. És a Veszprém spanyol légiósa is betalál. Újpesten idegenben már szerzett egy találatot. 6-2, kicsivel kevesebb, mint 8,5 perc van vissza a találkozóból. Barta, Dorogi. És a túloldalon Németh László kapott pontos labdát, aki nem is hibázta a lehetőséget. 6-3-ra szépült a Dunaujváros. 5-4 továbbra is Dunaujvárosi részről. Csányi. Dorogi. Cseresnyi és Rutai szerzi meg. És Rutai nem hibázik. Az üresen álló kapuba helyezi a labdát. 7-3-4 jólos a Veszprém előnye. Komáromi passzol Toninak, aki egy laposan ellőtt. Helyzetet követően gólt szerez. 8-3. Komáromi túloldalon Friedrich volt üresen. Friedrich pedig Toninak passzolta le a labdát. Gyönyörű formációt követően 9-3. Az első fél időben minden az ég egy adta világon rendben volt, a második fél időben 3-0-nál egy picit belekényelmesedtünk, beleültünk a találkozóba. Ekkor a dunaujvárosi fiatalok meglepetésszerűen jöttek és egy gólra felzárkoztak. Ott nagyon-nagyon észbe kellett lennünk, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk tartani, illetve a saját javunkra tudjuk fordítani. A mérkőzés előtt megbeszéltek ből a meccs kezdetén, keveset tudtunk megvalósítani, ebből fakadóan két gólos hátrányba kerültünk, amit nagyon sajnálok. Ezt követően úgy gondolom, hogy vissza megérkeztünk egy kicsit a mérkőzésbe, felébredtünk, aminek az volt a következménye, hogy kevesebb helyzetet tudott kialakítani a hazai csapat. Abban az időszakban összességében a védekezésünkkel, illetve azzal, hogy bátrak voltunk és elkezdtünk egy kicsit a támadójátékunkat építeni, ezzel elégedett voltam. Ugye sajnos ez a bekapott gól az első fél idő végén, azt egy kicsit sajnálom, mert a 2-0-ra tudtunk volna fordulni talán a második fél időt, mivel ugye én úgy gondolom, hogy elég jól kezdtük, két gólt is sikerült rúgnunk,
és kicsit izgalmasabbá, meg szorosabbá tudtuk tenni a mérkőzést, ez jó. Jó volt ismét egy olyan időszakot lejátszani, és abban részt venni egy ilyen ritmusban, úgyhogy ez mindenképp a fejlődésünket szolgálta. A meccs végére a szokás szerint elfáradtunk, és sajnos ezt a különbséget, ezt eredményezte. Nem vagyok elégedetlen, de a különbséggel egy kicsit, az kicsit fájó.